Minden évben megünneplik a Szent Iván napot a Topolyai Tájházban. Topolya község művelődési háza idén 7. alkalommal tartott Szent Ivánozást kicsiknek és nagyoknak. Most 7. alkalommal tartjuk a Tájházban a Szent Iván napot, és hát a program majdnem minden évben ugyanaz, tehát koszorút vonunk, amit utána ugye föl lehet akasztani a ház falára, az megvédi a házat a tűzvésztől. Akkor almát sütünk, csoki szökőkút van, tehát tündéreket varázsolunk, mesét mondunk. Tehát valamikor régen, az én gyerekkoromban mondjuk utcai szint, tehát utcákon ünnepelték, úgyhogy minden utca kiült a kis sámlira, illetve kispadra, és ott sütötték az a Szent Iváni almát, tüzet raktak, szerelemvarázsló ereje van neki, tehát párossával ugrálták át a tüzet, és akkor utána, vagy a lányok ugrálták át, és akkor a fiúk nézték, és amelyik lány legjobban ugrott, tehát az kiszemelte magának. Hát sok minden, tehát fűződik, kötődik hozzá, kicsikét mitikus része is van neki, de minden esetre az a legszebb az egészben, hogy összehoz az embereket. Mi az, ami legjobban foglalkoztatja a gyerekeket? Már több éve szervezik ezt az eseményt. Mi az, ami legjobban tetszik nekik a Szent Iván napban? Hát persze a tűzugrálás, illetve az almasütés, de azt várják nagyon, tehát hogy a tüzet ugrálhassák, és akkor az almát sütik. Este felé a gyerekeket várták, akikkel közösen koszorút fontak gyógynövényekből és virágokból. A hiedelmek szerint az ezen a napon font koszorú a házfalára akasztva, megvédi az otthont a tűzvésztől. A gyerekek haza is vihették magukkal a tájházban font koszorúikat. Tudjátok-e, hogy hogy szoktak ülni a Szent Iváni tűz körül? Tehát négy szögölre van rakva a tűz, igaz? És egyik szögén ülnek a szép öreg emberek, a másik szögén ülnek a szép öreg asszonyok, a harmadik szögén ülnek a szép fiatal lányok, a negyediken pedig a szép ifjú legények. Tehát így szoktak valamikor ülni a Szent Iváni tűz körül. Na most a Szent Ivánhoz számos babona, szokás, varázslat fűződik, a lényeget elmondtam. A Szent Iváni dalok azok általában hosszúak, énekelni nem fognak, mindenki elszalad, de most húzunk nevet. Néhány Szent Iván napi hiedelem megismerése után egy fiú és egy lány segítségével gyújtották meg a tüzet, mely talán ennek a napnak a legismertebb szimbóluma. Mindenki felírhatta egy lapra a félelmeit és a vágyait, majd mindannyian tűzbe dobták ezeket. Szoktak gyógynövényeket is dobálni. Az almát azt is sütjük majd, hogy elkerüljön bennünket a torokfájás, ezt is tudjátok, ugye? Át kell a hídon a folyónál, átfut az erdőn bosszút áll. Én azt írtam, hogy a félelemtől félek, mert ha az megszűnne, nem félnék semmitől, és az csodálatos lenne. Félek a pókoktól, és szeretném, hogy a mamám meggyógyuljon. Félek a haláltól, és szeretném, hogy gondatlan életet legyen. Félek a bogaraktól, és szeretnék egy nagy házat. Majd töltöm egy hegyet, és ahogy
Bravo! Ered, szaladj, dobd ezt! Hány éves vagy, és mi volt az a program, ami neked legjobban tetszett itt a Szent Iván napon? 6,5 vagyok. Nekem azt tetszett, amikor meggyújtottuk a tüzet. És tudom, hogy dobáltatok a tűzbe valamilyen papírocskákat, lapocskákat. Mi volt azokra ráírva, és tudod-e, hogy mi volt a célja annak, hogy beledobtátok a tűzbe? Az volt a célja, hogy akkor teljesülni fog a kívánságot. És mi volt ráírva a te lapocskádra, hogyha szabad tudni? Egy szívecskes pálna. És azzal mit szerettél volna kívánni? Egy nagy szívet. Nem csak játékokkal, de finomságokkal is kedveskedtek a szervezők. Gyümölcsfalatokat mártogathattak a gyerekek egy csoki szökőkútba, de almát is süthettek a tűznél, ami ugyancsak egy szimbolikus mozzanata a Szent Iván napnak. Júcsi 11 éves, igaz már nem picike, de még nagyon élvezi az ilyen műsorokat, programokat, és én fontosnak tartom, mert ezek a hagyományok elfeledésben vannak már, és szerintem ez nagyon szép dolog, hogy újból fölelevenítsük őket, és tiszteljük ezeket a hagyományokat, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat itt. Másodszor vagyunk itt, ő kisebb volt, jóval kisebb volt, amikor először voltunk itt, és én szerintem jövőre is eljövünk. Te hogy érzed magad itt a Szent Iván napon, és mi az, ami legjobban tetszett? Nekem tetszik, és eddig a legjobban tetszett, amikor a kívánságainkat, vagy a félelmeinket felírtuk, és azt felolvastuk. Miket csináltatok még a mai napon ezen kívül? Volt csoki szökőkút, almasütés, tűzgyújtás, koszorúfonás, ennyi. És tudod-e, hogy ezekhez milyen babonák kötődnek, hogy mit ünnepelünk, vagy mire emlékezünk meg így Szent Iván napon? Az, hogy felírjuk a lapokra, és eldobjuk a tűzbe, az olyan babonához van, hogy amit szeretnénk, az teljesül, és amit félünk, az elmúlik. Át kell a hídon a folyónál, átfut az erdőn bosszút áll, zord hegyek csúcsát elé. Ha égen a felhő, nem várná.
A sütés után a tüzet nem hagyták kialudni, így a bátrabb gyerekek egyedül vagy segítséggel átugorhatták. Később pedig a felnőtteket várták a szervezők egy hangulatos estre. Skin.